A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címet Hajdú Henrietta intézményvezető vette át, Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős államtitkártól. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azokat az intézményeket értékeli, ahol bővítik a diákok fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteit. Az Encsencsi iskolában zöld kommandót is létrehoztak. Külön csoport jött létre a tanulók által, egy olyan diákcsoport, akit a zöld kommandónak hívunk ebben az iskolában, és neki különféle feladatuk van, például napközben végigmennek az iskolában, megnézik, hogyha világos van, lekapcsolják a villanyt, ha véletlenül a csap, a vízcsap nyitva maradt, akkor elzárják. Ez több éves munka, tehát azt tudom mondani, egy 3 éves összefogás a tantestület és a gyerekek által. Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatást támogatja a Mátészalkai tankerület is. Az elmúlt évek szó szerint is hasznot hoztak a gyermekeknek, hiszen 10 óraira már a saját kertjük termését fogyaszthatják el. Iskola kertet nyitottak a gyerekek, támogatja a tankerületi központ minden ilyen kezdeményezést, és így megismerik a mindennapi munkát, a saját munkájuknak tudnak örülni, és azokat az élelmiszereket fogyasszák, amiket ők megtermelnek. Itt ebbe az évben már paprikát, paradicsomot termeltek, amit nagyon jó ízűen fogyasztottak a gyerekeink. A település polgármestere örömmel fogadta az iskolai kezdeményezést, mivel számukra is fontos a tudatos közösségi magatartás. Tudatos fogyasztókat próbálunk nevelni, tudatos felhasználókat. Ez nagyon sok területen érinti a napi munkánkat, hiszen nagyon nagy létszámú, hátrányos helyzetű lakos él a településen, akiket sok esetben meg kell tanítani bizonyos alapkérdésekre, gondolok itt a szemét kezelésre, az utcai viselkedésre, külön fel kell hívni a hazai helyi termékeknek a fogyasztásának a fontosságára, és általában ami nagyon fontos lenne, hogy ezt már az általános iskolában a gyerekek is minél hamarabb megkapják ezeket az instrukciókat. Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár a díjátadón elmondta, büszke arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több általános iskolájában is kiemelkedő munkát végeznek a pedagógusok, hiszen ezekből a gyermekekből az ismeretek elsajátítása után tudatos fogyasztók válnak. Azokat az iskolákat díjazzuk, illetve elismerjük a munkájukat, akik felismerték, hogy a fogyasztóvédelem oktatása, illetve a fogyasztói tudatosságra nevelés fontos. Ugye még 2016-ban írtuk ki ezt a pályázatot, amelyre bármelyik iskola, általános iskola, középiskola, szakképzési intézmények is pályázhatnak. Na, az Encsencsi általános iskola egyébként 92-ként fogja megkapni ezt az elismerő címet, és Szabolcs megyében pedig a 6-ként. Tehát Szabolcs megye nagyon aktív ezekben a tudatosságra nevelő programokban, és valóban nagyon örülünk annak, hogy itt az általános iskolában a diákokat a fogyasztói tudatosságra nevelik. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet az eddigi 5 körben összesen 93 oktatási intézmény érdemelte ki. Köztük 34 általános iskola és 59 középiskola. A települések közül Budapest jár az élen 12 intézménnyel. Debrecen és Győr 7-tel holt versenyben a második, a bronzérmes pedig Pécs, ahol 5 iskola nevel fogyasztói tudatosságra.